iratkozz fel a YouTube csatornámra, vagy több vagy nincs. Tetszettem neki amúgy. Az idősebb koreai nők azok felveszik a szemkontaktus, sőt, néha még én pirulok bele. Meg most nem vagyok olyan szőrös, most nem undorodik tőle minden nő. Csak a legtöbb. Jó volt? Életed? Az a lényeg, szórakoztatás. Most sajnos ilyenkor tájakat nem tudok mutatni. Ilyenkor ez van. De még mindig egy nagy talány, hogy hol a faszba vagyok. Csak haza találok. Hát idekint 6 napot leszünk még, mert returnéjét vettünk. Meg amúgy is már uborkát teszek tojással. Nem merek vélemény nyilvánítani ezekről a szép lányokról, mert nem tudom, hogy hány évesek. És a fiatalkorú, akkor az ugye bűncselekmény. Úgyhogy inkább kusban maradok. De szimpatizálok az ázsiai lányokkal. Nem tudom, sokaknak nem tetszenek, vagy mások nagyon, de én valahogy látom bennük a szépséget. És itt most nem kifejezetten a nagy csöcsökről, meg burkásról beszélek, hanem az arcáról. Aha! Ismerősen csillognak ott a fények. Azt hiszem. Vagy nem? Hát meg mögötte. Ó, zebra is, de ott piros van. A randik? Jól sikerültek. Az első nagyon sok pénzt költöttem. Cserébe megtudtam, hogy a lány pénzért szexel. Úgyhogy azt skippeltük. Aztán volt egy második randim. Az jó volt. Arról úriemberként nem beszélek. Aztán volt egy harmadik randim. A lány nagyon kedves volt, meg szép is. És hála Isten nem is szexelt pénzért. Viszont egy karaoke bárba voltunk egész éjszaka. És na, ő nagyon-nagyon szépen énekelt. Ezt meg kell hagynom, le a kalappal. Tényleg egy énekesnő. Viszont mindig énekeltetett engem. Én meg ugye nem énekelek jól. Főleg nem egy mikrofonban, ami úgy visszhangzik, mint a faszom. Olyan echója volt, hogy belenyögtem valamit, és fél óráig hallottam még. Ráadásul olyan popzenéket választott, amiket soha életemben nem hallottam. De ha még hallottam is, maximum egy sort ismerek belőle. Hát a magyar szövegeket sem ismerem. Nem, hogy az angolokat. És azért elég erőteljesen erőltette, hogy érezzem jól magam, meg énekeljek. Úgyhogy 2 órát voltunk ott. Sétálni nem akart, meg sötét volt, meg fáradt volt. Úgyhogy az a randi, nem mondom azt, hogy rossz volt, de nem is volt túl jó. Viszont megbeszéltük, hogy ha lesz ideje, akkor találkozunk mégis, csinálunk valami mást. Netflix chillezést. De azt meg nem tudom eldönteni, hogy azért mondta, hogy ne legyen bunkó és úgy rázol le, vagy valóban nincs sok ideje, mert amúgy 7/7 napot dolgozik szerencsétlen, reggel 6-tól 8:30-ig egy étterembe. Úgyhogy ja, ez még a következő 5 napban elválik. Megjöttünk. Itt már tántorognak. Erre felé lakok. Smash csaj, fordulj már meg. Bocs, lemaradtam. Én ha meg azt mondom, tetszenek a koreai vagy ázsiai fiúk, akkor egyből mondják, hogy koreabó vagyok. Legalábbis mások azt mondják. Akkor a koreai csajokat is lehet húzni a bakancslistáról. Hát, nem csak a koreaiakat, de nem beszélek róla. Szóval, mit akartam mondani? Ja, meg volt egy kínai lány is.
vele a ház előtt találkoztam, két sráccal. Az egyik srác az nagyon veszélyesen nézett ki, tetőzött talpig, full tetoválás volt és volt részeg. De leszólítottak angolul, és leinvitáltak inni. És ott a lánynak nagyon megtetszettem, nekem is szimpatikus volt. Cseréltünk Instagramot, megbeszéltük, hogy vasárnap sétálunk, meg faszom tudja. De élőszóban még elbeszélgettem vala angolul, de Instagramon már csak szavakba válaszolt. De azokat se rendesen használta, szóval. Jó, egy kínai lány volt. Találkoztam már kórai lányjal, filippino lányjal, táj lányjal és kínai lányjal. Ez a mi szökőkutunk. Nagyon menci. Ez ilyen nappal megy. Csak nem világít. Ez meg a berúgós sarok. Itt lakok. Itt hajnali 4-ig tántorognak az emberek. És minden sarkon áll egy masszázs néni. És minden nap hallasz ordibálást, ahogy egymással kötekednek. Itt pisízte is. Csak te a seggeden keresztül, nem? Amúgy a koreai fiúkra visszatérve, elég igényesek, meg arcra is szerintem nem vagyok meleg, ne értsétek félre, de mint férfi a férfit, eléggé helyesek. Olyan, nem tudom, majd érdekesek. Olyan cukik, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Ne hangozzon buzisnak. Még nincs bajom, a buzinak néztek, csak tudjátok, hogy nem vagyok az. Na, hova hoztalak benneteket, megyünk mi? Olyan irigy vagyok. Nyitás szempontjából nem tudom. Mostanában elég sűrűn kamerával járok a fejemen. De így éttermekbe vagy kávézókba azért vannak lányok, akik eléggé mosolyognak, meg látom rajtuk, hogy pirulnak. Anyád ilyetkös. De hát na. Most egy éjszakás kalandot ki akart, csak úgy érted. Szerintem még egymásba se bíznak, nemhogy az európaiakba. Meg nem tudják, hogy európai vagy, csak azt, hogy külföldi. Míg nem néztek egymás szemébe, míg veritek, addig nem bújik. Hát kinek mi, barát? Kinek mi? Én a gyengéd női érintést szeretem. Nagyon menő ez a spriccelős cucc. És egyébként napközben itt állandóan gyerekek szaladgálnak a vízbe. De rengetegem. Itt áztatják magukat. Szoktam találni itt elhagyott papucsokat. Ma reggel elhagyott zoknipár volt itt. Valaki csalogat. Nagy ordítozások vannak. Nekem ez a sok világító fény nem tetszik. Hát itt nem hirdetés táblát használnak, hanem azt a rózsaszín rudat látod. Az mondjuk azt a masszázsos rud. Azok ilyen felfújható dolgok. Meg jaj, itt nem hirdető táblákat használnak. Nekem se tetszik. Ez energiapazarlás. Meg kurvára nem fog bemenni sehova, csak azért, mert oda van felírva, érted? De jó, más világ. Már egyik streamen néztük, hogy a nem tudom, világ 7. legnagyobb energiafogyasztású városa volt ez, vagy országa. Na, megyünk még itt egy kört a környékem. Aztán szerintem lassan bemerül a kamerám. Akkor lehet, hogy elköszönök. Azért reggel. Nem reggel, de után. Hát ja, még alig 10 óráját nyomom. Elmenjük a luxus környékem.
Ott általában Ferrari-k állnak, Corvette-ek, meg ilyesmi. Milyen idő van? Jó. Nem nagyon érzi itt a veszélyeket. Valahonnan föntről ordibálnak, nem tudom honnan. Ha most ugranak ki az ablakon, az nekem nagy szint lenne. Azonnal le kéne lőnöm a streamet, és reménykednem, hogy nem klippelik ki senki, különben bant kapok. Gondolj bele, IRL streamelnek, amúgy mennyire veszélyes lenni. Egy rossz mozdulat, és a csatornának annyi. Ezért kell, hogy bekövessetek Instagramon is, YouTube-on is. Hát, ha esetleg megtörténne. Csak mondom. Külföldi itt nincs nagyon. Ha van is, akkor ázsiai. És akkor nem ismerem fel őket. De... Szöulon belül rengeteg van. Jó, van faszom. Szöulba, centerbe, ott viszont több turistával találkozok, mint helyivel. Itt egy veszélyes környék. Itt elég durván tántorognak. Meg kötekednek. Nem kell taxik össze. Tiszteletet nem nagyon kapom meg olyan téren, hogy menjek egyenesen. Ugye hát ezért vagyok én az úriember. Többnyire. Most például, ha kimondanám, amire gondolok, nem lennék úriember. Ez például... Ezek a vagányok. Ezt a parkolási kultúrát nem teljesen értem. Mondjuk van hely. Ja, néhány helyen szélesebb az út. Látjátok, itt azért vannak szép autók. Hát... Sehol egy Ferrari, vagy a Lamborghini, van egy narancsárga Lamborghini Duster, vagy nem tudom mi az telepjáró. Az is mindig itt szokott parkolni, azt is megtaláljátok az Instámon. Még mindig megy a stream, 2 óra 6 perc. Hogyan? F. Szivattok, F? Mit szivattok? Mindig szétszivattok, még van 9%-on. Most F vagy nem F? Vagy csak szakadozik? Ez nem most volt. Nem ettünk utcai sátorba, mert akárhányszor akartam, akkor nem lehetett. De nekem tervem. Szöulba találtam. Vagy várjál, ettünk utcai sátorba, ha arra gondolsz. Mondjuk az nem ez a... Na végre, itt egy szép. Úristen, ezt fényképeztük le tegnap. Ez egy gyönyörű autó. Bocs, mindjárt válaszok a kérdésedre. Ez. A színe. Azt leszerom, hogy milyen autó, de ez a szín. Oda bassz. Szóval utcai sátorban ilyen halat ettünk, harudat, halas tekercset, valami csirkés cuccot, de magában azt a sátor, aha, itt egy Porsche, szép, szép. Szóval ilyen beülős hely, amit körbe lehet ülni kispadokon,
És ott csinálja a néni bácsi, olyat láttam többet is, de még nem ültünk be. Sajnos. Meg amit ismerek, csak hogy hol van, az bent van, Seoul Centerbe. Oda meg, hát voltam már egyedül, de én magamtól nem szívesen megyek be. Akkor mentem be, amikor kamerát vettem. És pont az elektromárt mellett van. Jó magasan láttok mindent amúgy. Így meg alacsonyan. Olyan nehéz mindig belőni a kameraszöget. Na itt tárolják a szemetet. De ezek már valószínűleg át vannak válogatva amúgy. Milyen menő kis olasz robogó. És ilyen kocsikkal járnak a nem túl tehetős emberek. És akkor gyűjtögetnek. Nagyon sokan. Mondjuk szerintem ő is gyűjtögető a táskáját, meg a kesztyűt elnézve. Hogy szépen fejezzem ki magam, mert egyébként nincs ezzel úgymond baj. Ő meg, hogyha nem nézik a szemébe, akkor nem fog hozzám szólni. No, thank you. Még nem tudtam eldönteni, hogy ők csinálják-e a masszást, vagy beküldenek valahova. Na, de mindegy, masszázsi. Mit kérdezett? Masszázsi. Hát ez egy ilyen masszírozás szolgáltatás. Csak nem a sima, hanem a boldog befejezéses. És ő is már nagyon nézi a tekintetemet, és ha sokáig nézem, akkor idejön. No, thank you. No. No, no. Grazie. Ez egy ilyen környék. A részegeket is próbálja elkapni. Szerintem ők kuponkódosok, mint az Instagram sztárok. Hogyha elég ember talál masszázsira, akkor ő is részesedik. Gondolom. Szeretnék meggyulmászni, jaja. Már akad a stream, nagyon merül a kamera. Szerintem elköszönök, srácok. Nem fogom tudni ezt folytatni most. Nincsen már aksim. Meg nekem is kell a pihenés. Úgyhogy még beszéljük át, hogy kinek mi tetszett a legjobban, ahogy szoktuk. Kezdjünk el elköszönni. És aki még nem követett be itt Twitch-en, az nyomja meg a csengőt. Instagramon is kövessetek be, hogy tudjátok, mikor indul a stream. Illetve köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a támogatásokat, köszönöm, hogy velem tartottatok eme csodás utazásom. Ígérgetni nem szeretek, de igyekszem minél többet streamelni a napokban még. Illetve szombaton vagy vasárnap azt talán meg tudom ígérni, hogy visszamegyünk abba a tavas parkba. Na, elhagyta a barátnőjét. Az nem én vagyok. Thank you for following. Legyetek jók, vagy rosszak, én nem ítélkezem. Élvezzétek az életet. És még a halakat megdöntöm a végére. Az ilyen jó zárókép. Sziasztok! Jaj! Köszönöm a streamet, én is. Örülök az új követéseknek, feliratkozásoknak. Remélem nem vágnak hátba egy bottal. Ezek a kőhalak, ezek nagyon menik. Aquapóni. Na jól van. Elteszem magam, én is szerintem pihenek egyet. Azt meglátom, lehet, hogy majd később visszajövök. Ha esetleg visszajövök, még akkor is megtaláltok.
vagy jelzem valahogy. Pam pam pam. És jól elküldtem mindenkit, azt itt beszélek magamba. Nem baj. Nope, ő se túl józom már. Pam 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 pam. Ide akarok még beülni a Fun and Enjoy-ba. Pizza and chicken, delicious. Forlo fino a Savoia. Vai, lì vedi tu lo fai. Che hai detto? Oh, 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 o